Csókolom, szervusztok! Hát, vegyétek birtokba a területet. Csókolom, az is megérkezett. Na. Be lehet ugorni a medencé. Medencébe? Ennyit a fűzőruháról. Hát ez nagyon szép. Jó nagy terület. Hát átadom a lehetőséget. A kérdezés. Kérdezzel. Itt vagyunk Köveskálon, hát nem egy városi környezet, hanem igazi vidéki. És azon gondolkodtam, hogy aki vidéken nő föl, tehát Turán, Ikladon, Aszódon, Berettyó, és csak utána kerül Budapestre, mert tulajdonképpen félig felnőttként, hogy talán nem tud elszakadni a vidéktől. Ez igaz? Ez igaz, és nagyon jó, mindenkinek így kéne. De mi hiányzik belőle a legjobban, ha Budapesten van? Nekem Budapesten hiányzik. Na értem, de ha Budapesten van, akkor mi hiányzik legjobban a vidékről? Hát például ez a tágasság. A tágasság, a tér? Igen. Gyerekként is mindig ilyen nagy terekben játszott. Igen, és lehet, hogy minden ott kezdődik, egy kis csikóval. A szemben lévő szomszédházba, hát a gazdálkodó paraszt emberek laktak, és hát ott volt ló, tehén, mindenféle állat, meg ők is sokan voltak. És én nagyon szerettem volna fölülni, hogy miért, nem tudom, erre a kis csikóra. De hát nem lehetett fölülni, mondták, hogy veszélyes, meg kicsi a csikó, meg én is kicsi vagyok, és nem lett, és nem is nem. És akkor kifundáltam, na ehhez kellett valami ravasság. Kifundáltam, hogy apámnak volt egy box fényképezőgép, ez a legegyszerűbb, hogy én azzal átmentem, elloptam, elcsentem, kivittem a vitrínből, és átmentem a szomszédba, és mondtam, hogy na, én hoztam ezt a képet, és most én mindenkit le fogok fényképezni, az egész családot együtt, meg külön-külön, meg a tehenet, meg a lovat, meg a csikót, és ezt én kattingattam ott bőven. És a végén mondtam, hogy hát de most viszont azt szeretném, hogyha már rólam is készüljön egy kép, de úgy, hogy én ülök a csikó hátán. Na, elkészült a kép, ültem a csikó hátán, csak hát egy idő után vinni kellett volna. És én ötöltem, hatoltam, hogy ez történt, az történt, hát persze, hát gép se, vagy film se volt a gépben, hát nem lehetett, nem készült el semmi. Aztán ez a turpisság apámnak is a külébe jutott. Egészfenyített rendesen, elég keményen, mert mi Turán a Kisgalga és a Nagygalga között laktunk. Nem tudom, hogy miért Kisgalga, meg Nagygalga, alig van benne víz. Bár egyszer nagyon kiöntött. És elég sok szúnyog volt. És akkor apám azt találta ki, hogy este kiállított ott egy bokor elé, a járat mellett volt egy bokor, ugye mi Glodgatyába és Mezitláb voltunk egész nyáron. Glodgatya és Mezitláb. Itt fogsz állni, és ha megmozdulsz, akkor rád ütök. Na, jöttek a szúnyogok, és ott kellett állni. És ha megpróbáltam mozdulni, akkor ez elég kegyetlen volt. Lehet, hogy ezért felejtettem el a fényképezés jó darabig. Jut eszembe, hogy Szőcs Pista forgatta a Kövekvárak embereket, és ott volt ez a várom, amire nem lehetett fölmenni, illetve ilyen 10-12 éves gyerekek, falusi gyerekek, néhány a vagányabbja fölmászott. És akkor én gondoltam, hogy ha ezek fölmásztak, akkor én is fölmászok, meg megnézem, hogy nem csak milyen a körbejárjuk, milyen a fölülről nézzük meg. Föl is másztam, szép volt. És akkor jöttünk lefelé, és én egyszerre csak úgy maradtam, mint póka falon. Se a kezemet nem tudtam máshova tenni, se a lábamat. És akkor lenéztem, és láttam még egy tehenet, meg egy rőzsétűvő öregasszonyt, lehet, hogy a Szőcs Pistát is. Na, akkor a
élet meg a filmes pályafutás itt ebből a gépállásból befejeződik, ugye? És akkor egyszer csak azt éreztem, hogy valaki megfogja a bokámat. És akkor így lemásztam, ugye? Hosszan csak az eget néztem, az egy újjászületés volt. Ez a sors már a születésében kódolva volt, hogy mindig élet és halál között. Hát igen, születni nem akartam megszületni. Ez, de lehet, hogy igazam lett volna. Mentünk a faluba, és akkor anyám mondta, hogy itt jön a második anyát. Nem értettem, hogy miért a második anyám. De nem mondták akkor még. Csak jóval később, hogy én otthon születtem, tehát nem kórházban. Ugyan volt ott egy orvos, meg ott volt ez a ápolónő is. Nagy volt a fejem, meg a tömegem is, tehát egy nagy csecsemőnek számítottam. És valószínűleg elakadtam valahol a szülőcsatornában, nem tudom én hol. Lényeg az, hogy az orvos megkérdezte apámat, hogy most Pista, mit akarsz, hogy feleséged legyen, vagy gyereked legyen. És apám mondta, hogy leginkább mind a kettőt kívánna, szeretné. És akkor ez a bábasszony nekiállt, és hajnalig valahogy kimasszírozott engem anyámból. Mert ha ezt nem teszi, akkor feldaraboltak volna. Akkorban az volt, hát ott császárt ugye nem lehetett csinálni, hát ha ellak, ha nem tudtak mit csinálni, csecsemő szépen földarabolták és részletekbe így megszületett. Ez elég keményen érintett, hogy elképzeltem magam darabokba. Szerintem volt néhány ilyen pillanat, tehát azért az egy nagy szerencse, hogy maga megérte a 80. életévét. Magára valaki nagyon vigyáz fentről. Nem gondolkodott még ezen? Lehet. Jó, köszönöm. Ha így van, akkor köszönöm. Lakott sok helyütt, de hogy nem látott sokáig mozgóképet, meg Turán még láttam egy-két mozit, nem sokat, talán az Ószt láttam, amiről hogy emlékszem. Inkább a mozi plakátjait szerettem. Azok ilyen vékony papírból voltak, és én sárkányokat építettem. És erre az kiváló volt. Volt egy barátom, aki azt mondta, hogy ő is nagyon jóba lettünk, hogy filmrendező lesz. És akkor rábeszélt, hogy akkor én legyek operatőr. Azt sem tudtam, hogy mi a dolga egy operatőrnek. Mondtam, hogy jó, akkor leszek operatőr. És akkor jártam be Szabó Erőny könyvtárba, és hoztam ki könyveket, meg Turán megszerveztem egy fotószakkört a kultúrotthonban, meg vetettem gépet, szóval nekem semmim nem volt, de ezt magam körül megszerveztem, és akkor kezdtem el fényképezni. Az izgalmas és érdekes volt, hogyha belenéztem a felvőgépbe, akkor más világot láttam. Ez meg is fogott. Múltkorában Turán rakosgattam a képeimet, és egyszer csak találtam egy szerintem fantasztikus képet, amit ifjú koromban csináltam. Egy mangalica malacot fényképeztem le, de tulajdonképpen nincs más a képen, mint egy ez a kicsit szőrös, szompe, mangalica malac, a háttérben talán két fa, szerintem zseniális fotó. Amikor közeledett a front, akkor már jöttek a menekültek, főleg az erdélyi menekültek egy időbe, úgyhogy én már az erdélyi, nem, az, hogy Erdély van, és hogy az mit jelent, én onnétól kezdve tudom a háború idejéből. Tudtam, vagy sejtettem, hogy mit jelent az az erdélyek számára, hogy Erdély visszatért. Élnek ugyanolyan emberek, mint mi, csak jogfosztottan. Ki volt írva, hogy maradhat ez így, meg nem soha, meg csonka Magyarország, nem ország, egész Magyarország, Mennyország, tehát voltak ilyen szólamok. Mi az, hogy csonka Magyarország, nem ország, mi az, hogy nagy Magyarország, meg mi az, hogy a miénk volt, és most nem a miénk. Ugye egy gyerek is mindent szeret magához hozzákötni, tehát az érdeklődés az fölkeltődött. Pár napig állt ott a front a falu előtt, és a falu egy kicsi domb van ott fölötte, és lehetett látni, hogy
három vagy négy német gépfegyveres, nem tudom pontos hány ember kell egy gépfegyverhez, azok igazáig lőttek, és abba hagyták, és elvonulnak a hegytetőn. Ez a könyörtelen időkben van is egy ilyen jelenet. És akkor másnap reggel pedig itt annyian vannak, mint az oroszok, tele lett az udvar. Orra rengetegen voltak tényleg, ugye, és ott a két nővérem, az 14-15 évesek, akik már voltak maszkírozni, de féltünk. És a sikítások. Nem tudtam én pontosan, hogy miért, mi történik a nőkkel, de hogy valami szörnyűség történik, azt lehetett, azt sejtettem, éreztem. Aztán még apám is próbára tett, mert egyszer csak jött ki, ott a tűz körül babráltam, és hozott egy kis piros-fehér-zöld zászlót. És azt mondta nekem, hogy ezt tüzeld el, mert erre most már nincs szükség. És én nem értettem, mert azért valami nevelést kaptunk, hogy maradhat ez így, nem soha piros-fehér-zöld, kassa magyar, stb. Nem mondom végig. Tehát ez a, de ettől függetlenül is egy természetes hazafias nevelést kaptunk, és hát a zászló az egy szent dolog volt, és most jön az apám, hogy égesse el a zászlót. És akkor én úgy csináltam, mint aki elégeti ezt a zászlót, és eldugtam ezt a zászlót. Terem volt, lovam volt, de elég gyorsan le kellett adni, mert mindig valamit az oroszok kívántak. Hát először mondta apám, hogy a terenedet fogjuk leadni, meg a te lovadat le is adták. Nagyon sok ember, férfiakat, nőket, aki németnek hallotta magát, elvitek munkára. Tehát a félelemből kijutott. Vagy kicsit távoli félelem volt az is, hogy láttuk, hogy Budapest fölé engedik le, meg bombázzák a Sztálin gyertyákat. Akkor, amikor én kezdtem magam beásni részben a fényképezésben, részben pedig a filmmel kapcsolatban is könyveket olvastam. A Balázs Béla írásait, meg Heves Iván könyveit olvasni, és ezekbe akkora lelkesedéssel és szinte szerelemmel írtak a filmről. Lehet, hogy még az is hozzájárult, ugye, hogy Lenin elvtárs azt mondta, hogy számunkra az összes művészetek közül a legfontosabb a film. Bár állítólag ezt nem ő mondta, ez Bacsó találta ki, ha igaz. De mindegy, szóval akkor ez úgy köztudott volt. És ráadásul még amikor ott a család meghallott, hogy én a színház és filmművészeti főiskolára akarok menni, hát kitört a botrány, hogy az a fertő színésznők közé, hát mit gondolok én? Főiskola előtt csináltam képeket, valamire ráéreztem. Egy uborkás üvegbe vittem föl a fölvételi vizsgára, úgy azt kiterítettem ott vizesen. Azt látták, hogy van ebben egy-két kép, ami érdekes, tehát fővettek a főiskolára is. Fényképeket készítettünk, de nagyon sokat, és ezt én nagyon jónak tartom. Vagy a fölsősök is, a Zsigmond Vili, ugye, aki azóta Oscar-díjas lett, egymás képeit, ők bírálták a miénket, mi az övékét. Ez két éven keresztül, még a második évben is fotóetüddel vizsgáztunk. Tehát egy fotósorozatot kellett csinálni. Mert ráadásul mi nem csak a szocialista, realista filmeket nézhettük, mert Badal Jancsi tanálunk kitalálta, hogy mi nyugati filmet is nézhetünk, néztünk is. Külön az ő védnöksége alatt, mert mondta, hogy hát mi csak ilyen gyenge technikusok vagyunk, minket ideológiailag se jobbra, se balra, se jobba vinni nem lehet. Úgyhogy az Aranypolgártól kezdve jelentős, operatív szempontból is jelentős filmeket néztünk.
Ugye mi kezdtük a Balázs Bélában a 60-as évek elején, ahol egymás filmjeiben voltunk, rendezők, operatőrök, társírók, mit tudom én, asszisztensek. Tehát ismertük egymást, és drukkoltunk egymásnak, és együtt akartunk, és csináltunk filmet, és szóval volt egy közösségi filmgyártás. A főiskola után nem voltak olyan illúziói, hogy majd én megfogalmazom úgy, hogy nem akarnak hozzányúlni. Majd én megcsinálom. Nem, a főiskolán egyáltalán nem akartunk filmet csinálni. 57-ben, 58, ezeknek? Kádár apró dögei? Nem csináltunk filmet. Egészen a 60-as évek elejéig, aztán ez egy ilyen, ahogy tetszik, egy kis passzív rezisztencia volt a maga módján. De aztán rájöttünk, hogy hát eltelt 5 év, 57, 62 van, az idő múlik, nem csináltunk filmet, hát sok minden más csináltunk, és akkor azt elkezdtünk filmet készíteni. De hát nem volt mindegy, hogy mivel, én rögtön a cigányokkal kezdtem. Amit be is tiltottál. Igen. Igen, de aztán valahogy kijutott Oberhausenbe, és akkor már úgy itthon is vetítették. Meggondol az esteli harangszó, kifárad már a lovas és a ló, hazamegyek elébe, vesz dajkám, az altatón óta hangzik ajkán. Hallgatom, s félálomban vagyok már, cserebogár, sárga csere. Cigányok, már meghatározó volt, utána nem is kellett gondolkoznom, hogy miről készítsek filmet. Hát amiről nem beszéltek addig, vagy ami tiltva volt, arról kell. De a gulág is tiltva volt a 60-as évek. De a gulág is tiltott téma volt a 60-as évek. Arra én sokáig nem tudtam. Igazából ez fontos lenne, hogy beszéljen erről mondjuk fiataloknak, akik a főiskolán mondjuk éppen operatőrök akarnak lenni, nem? De hát igen, lehetett volna. Akkor miért nem? Lehetett volna. Engem nem hívtak a főiskolára. Miért nem? Hát, mert én 56-ban ben voltam a főiskola forradalmi bizottságában, és nem akarták, hogy megmételjezzem az ifjúságot. Illetve hát azért tanítványaim voltak ilyen magántanítványok. De ők hogy kerültek? Hát, mert ők vonzódtak irányomba. És megkeresték, hogy szeretnének tanulni abból, amit magadtunk? Igen, tehát ott volt a Jankora Péter, ott volt a Kocsis Sanyi, a Kende, ott volt Neményi. Az első főiskolai év után nyáron az Asszony a telepen című filmben voltam 1, 2, 3, 4, azt hiszem 5. asszisztens. Mert akkor még nagyon jól ment a filmkészítésnek, és abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy egy ilyen gépnek az egyik sarkát cipelhettem. Sanyi nagyon jó tanár volt. A muszterek után mindig valamilyen módon véleményt kellett mondanom, és beszélgettünk róla. És nagyon sokszor meghívott vacsorázni. Akkor újdonságnak számított, hogy a Sára Sanyi kézikamerával dolgozott, tehát nem egy ilyen naggyal, hanem egy kisebb Ariflexel, és akkor az akkumulátor rám volt akasztva, és együtt rohangáltunk a homokbányába. Talán feldobja a hullámzás. Sodrásban én voltam a segédoperatőr. Akkor már nagyon sok feladatot bízott rám, a Huszárik Zoli volt az első asszisztens. Mindenkit elkápráztatott a homokba rajzolt figuráival, ami nem rajzolt, hanem ilyen féldombor műveket csinált, és egy szerepel is a filmben. A színészek meg általában a főiskolán évfolyamtársaim voltak. Itt a finom homok, művész úr! Dobja! Bejössz! Papi! Húj bele! Nem megy!
mamája! Mire én elvégeztem a főiskolát, én gyakorlatilag kijártam azt a kötelező iskolát, amit a segédoperatőrség kameramanság jelentette. A Sára Sanyi mellett csináltam ugye az Asszonyatelepen, Csodrásban ünnepnapokat a Kardos Ferivel, apát a Szabó Pista rendezésébe, a gyerekbetegséget az a Rózsa és Kardos első filmje volt, és ugye a vége felé a 10000 napban dolgoztam másfél évet, ami nagyszerű dolog volt. Végzős Máriási osztály, tehát a Szabó Kardos Gyöngyös Imre kapott egy feladatot, hogy menjenek és gyűjtsenek történeteket a TSZ megalakulásáról, hogy az hol történt, mint történt, milyen drámával, tragédiával. És ez a 8 fiatalember, és még maguk közé vették a Kósa Ferit, szétfutottak az országba, és történeteket gyűjtöttek, és abból majd készül egy játékfilm. Na, és a legjobb történet vagy történetei a Kósa Ferinek voltak, meg a Gyöngyösinek, akkor ők maradtak ketten, hogy ők ketten dolgozzák ki ezt a forgatókönyvet. Neki is láttak, a Csórisanyinak akkor jelent meg azt hiszem a Tudósítás a Toronyból című könyve, ami hasonló témával foglalkozott. Kósa gondolt, hogy megkeresi a Csórit és bevonja ebbe a munkába. Ez meg is történt, és aztán megkeresett engem is, hogy én is lépjek be ebbe a kis közösségbe, és csináljuk végig ezt a munkát. Tehát már nem csak arra kért meg, hogy fényképezzem, hanem hogy a forgatókönyv formálásába, alakításába is vegyek részt. Egy könyvírás közben, vagy egy filmkészítés közben, tehát amikor öntörvényű emberek megütköznek, ott feszültségek vannak. A mi esetünkben, hála Istennek, ez jótékony volt, mert valami még a származásunknál is mélyebben összekötött minket, ez pedig a művészi minőség és az emberi tisztesség kérdése. A Kósának is nagyon jó érzéke van a képekhez, egy költő pedig eleve képekben lát és gondolkodik, hogy kérdezték már tőlem, hogy miért jók a magyar operatőrök. A költészetünk olyan, hogy képekben fogalmazódik meg, meg a látásmód, meg az egész magyar nyelv fölépítése. Tehát ebből lehetnek jó. És ez barátsággá is vált, ugye? Gyorsan elmélyült barátsággá. Igen, hát több évtizeden keresztül dolgoztunk együtt, aztán a munka kevesebb lett. Mondjuk elmentünk a 10000 naphoz motivumot keresni, mondjuk egy faluba, és akkor Sanyi is elindult a faluba egy irányba, én egy másik irányba, és ő erre ment, én meg arra mentem, készítettünk különféle fotókat, utána összetalálkoztunk, előhívtuk a filmet, egymásra tettük a képeket, és kiderült, hogy a képek 80-90%-a azonos. Szinte azonos. Ez egy elég világos jele annak, hogy akár a képi látásmódunk, a képi érzékenységünk, a kompozíciós készségünk, az igen-igen közel állt egymáshoz. Hol a rendőr? Azt meg tudja mondani nekem, hogy mitől Sára Sándoros egy kép? Gál Pista egyszer azt mondta, hogy 1000 kép közül meg tudja állapítani, hogy melyiket csináltam én. Lehet, hogy én is ki tudnám bökni. Mit keresne rajta? Az összhatást, a kompozíció összhatását, meg a lényeglátását, meg a pontosságát, meg precizitását. Meg. Hát ezek a jellemzők, a lényeglátás? Meg, hogy ugyan a valóságot ábrázolja, de a valóságnál valami által mégiscsak több, meg más. Meg azt is megkérdezhetem, hogy mi marad meg egy nézőbe? A színész meg a kép. Ugye most már nincs kép.
olyan képek, amiket mi a 10 000 napban csináltunk. Helyéhez kap a gyártásvezető, és aztán meg vagy te őrülve, le kell állítani a vasúti forgalmat egy napra, össze kell szedni 100 lovat, és azért, hogy az látszik 8 másodpercig, meg vagy őrül, ilyet már nem engedhetnek meg. A filmet betiltották, úgy nézett ki, hogy én nem is kaphatok diplomát, és éles ellentétbe kerültünk, mindjárt a politikai hatalommal is. Fiatalember, mi tiszteljük egymást. Azt mondta, ez a forradalom a miénk. Annak van igaza, akinél a fegyver van. Tudja, ez egy kicsit visszás. Idegenek ebbe a faluba még sose jöttek kapálni. Intézkedni meg mindig eljönnek. Azt akarták, hogy szinkronizáljam át ellenforradalommal. Barátaim, Csóri Sanyi és Sára Sanyi mellettem álltak, és azt mondták, hogy ha te vállalod ezt a harcot, akkor mi nem hagyunk magadra. Kinéztem az ablakon, és láttam, hogy ott áll egy fekete Volga, na gondoltam, hogy akkor ennyi visznek. Írtam is néhány sort, nem jönnék vissza, akkor jutassák el a szüleimhez. Elvittek a Báthori utcába a filmfőigazgatóságra, ott ült 3 ember, a filmfőigazgató, meg 2 helyettes. Azt kérdezték, hogy van-e csokor nyakkendő, meg smokingom. Közölték, hogy a filmet meghívták a Cannes-i filmfesztiválra. Nem volt mese, kimentünk Sára Sanyival a filmgyár ruharaktárába, és ott mindenféle smokingokat, meg nyavajákat adtak ránk, hát úgy állt rajtunk, mint tehénen a gatya. Így jutottunk ki Cannes-ba, vetítés után, nem tudom hány perces, de sok perces vastaps volt. A másnap reggel megjelenő lapok azt írták, hogy eldőlt a nagy díj, mindjárt a fesztivál elején. Megéreztük, hogy az az út, amit mi próbálunk együtt végigjárni, az lehet, hogy elfogadhatatlan a hazai politikai hatalmasságoknak, de elfogadható Európában és a nagyvilágban. A földobotkövet nem akarták kerekperecbe tiltani? A forgatókönyvet nem. Az ember a forgatókönyvi csatát megnyerte, akkor forgatni lehetett. És akkor már némi túlzással szólva egy idő után, kezdetben, de egy idő után azt forgattuk, amit akartunk. Meg kezdetben, még a Sodrás idején is volt egy bizottság, nem csak az, minden filmnek az előző nap leforgatott anyagát megnézte. Beültek a kisvetítőbe, és valamit olyat láttak, vagy úgy érezték, az azonnal letiltották, mint forgatás közben. De később ez már annyiban változott, hogy csak a kész filmet után mondták azt, hogy ennyi. Na, adja ide azt a gépet. Nem értette? Adja oda, egyszer azt mondják! Álljon meg! Nem hallja? Álljon meg! A feldobott kő idején egy évig én csak telefonra vártam, hogy,
hol hívnak, és ott mit fogok mondani, és mit próbálok elérni. Filmet se készítettem. Nagyon rohadt állapot volt. Aztán már később rájöttem, hogy dolgozni kell. Akkor nem figyelek oda. Amíg ők ott szórakoznak, az igény csinálom a következő filmet. Ami esetleg ilyen, mint a, hogy mondjam csak, mint a hurkatörtő elméletnek is lehet nevezni, mert hogyha az egyik végén nyomom be az anyagot, akkor a másik végén jön ki a kolbász, ugye? Az volt nekem a nagy problémám, a feldobott kő, mert ugye én kezdtem el kameramanként dolgozni, és akkor, amikor dolgoztunk, egyszer csak jött a Jancsó Miklós, hogy vállaljam el a csend és kiáltás fényképezését, és akkor kezdtük a feldobott követ, és hát mint a Mátyás király juhásza, időnként megálltam, hogy megpróbáljam elmondani a Sárának, hogy ez a lehetőségem van, és napokig halasztottam, húztam, halasztottam. Az volt a szerencsés szituáció, hogy a Sanyi maga ült a kameránál, tehát úgy érezte, hogy igazándiból nincs szükség, örül, ha ott vagyok, de igazándiból nincs szüksége rá, és akkor végül kibögtem. És már felénél tartottam mondatnak, hogy hülye vagy, menj el. És így lett, így kezdődött az én karrierem. De ezt valami olyan természetességgel vette, hogyha az ember egy jobb lehetőséget, vagy magasabb szintű lehetőség, akkor azt vállalja el. És ezért mindig hálás voltam a Sanyinak. És aztán, amikor elkezdtük volna forgatni az ítéletet, a Dózsa filmet, vagy az is Csórival, Kósával közösen, akkor végre átjutottunk Erdélybe, meg onnéttól van a mi kapcsolatunk, mert akkor mi mindent végigjártunk, mindenkivel megismerkedtünk, mindent elolvastunk. A Madéfalvi történet is innét van, mert akkoriban olvastam egy könyvet, egy Szádeczky Lajos történésznek a munkáját, a Székely határőrség története. Akkor valóban megismertük, de a Szervációszéktől kezdve a Kós Károlyig mindenkivel találkoztunk. Úgyhogy akkor ez nagyon sokat jelentett, ez az előkészítési időszak. A film majdnem kútbe esett, ugye mert akkor történt a 68-as bevonulás, és ráadásul még szlovák koprodukció is volt, amiatt is. De nem akarom ezt elmondani, végül is a filmet sikerült ebből az árokból kihúzni, és le is forgattuk a filmet. És az, hogy az ember a Duna TV-t is, hogy elvállaltam többek között, biztos, hogy én akkor nem megyek Erdélybe, és nem ismerem meg olyan mélységig, hogy ott mi van, meg hogyan élnek emberek, vagy hogyan nem élnek emberek, akkor kevésbé lettem volna hajlandó ezt elvállalni. Én Illés György osztályába jártam, operatőr szakon, akinek a Sára Sanyi is tanítványa volt. Az Ítélet című Dózsa Györgyről szóló filmben hozott össze aztán újra a sors, immár a szakmai sors, mert annak a filmnek első asszisztense lettem. És ez a film három ország koprodukciójában készült, románok, szlovákok és magyarok voltunk benne. Az időpont sem lényegtelen, forgatás közben történt az, hogy a Varsói Szerződés csapatai bevonultak Csehszlovákiába, úgymond baráti segítséget nyújtani. Ahhoz, hogy ezt a filmet előkészítsük, helyszíneket kellett keresni, és ezek a helyszínek Erdély és a Felvidék volt. Ezekből különösen az erdélyi útunk volt meghatározó, ahol egy-egy produkciós kocsiba összezsufolódva voltunk, Kósa Ferenc, Sóri Sándor, Sára Sándor, jó magam. Én akkor először találkoztam Erdéllyel és a határon túli magyarsággal, 1967, a legsötétebb diktatúra ideje. Ugyanakkor itt csodálkozhattunk rá közösen az anyanyelvünk szépségére, azokra a tájakra, csíkból való énekek, amelyeket Szervácius Tibi a műtermében énekelt, meg játszott nekünk. Itt jött szembe velem az a menaságon, az a lakodalmas menet, amelyik állt egy harmonikásból, egy sánta hegedűsből, valami dobosból, a mennyasszonyból, a vőlegényből, és egy ilyen nagyon
szedett-vedett módon fölöltözött, lakodalmas népségből, csupa szegény emberből, de szembe jött velem az anyanyelvem, azok az énekek, nagyon meghatározó élmény volt, nem is bírtam, elmentem a házak mögé, ahol átkaroltam egy fát és zokogtam. Addig, hogy ott olyan nem meg kellett csókoljuk a magyar füldet. Füldet megcsókoltatta a pap velünk, már magyar füld. Megcsókoltuk mind lehajolva a füldet. Mindenki kibontotta a nemzeti szín zászlót, kidugták az ablakon, mi még ujjongva énekeltük a himnót. Azért szerettem volna én a Mádéfalvit annyira meg elkészíteni, mert a Mádéfalvi történetben mindaz a tapasztalat vagy levonandó tanulság, amit mi 56 kapcsán megéltünk, mert megéltünk, vagy amit 68 kapcsán megéltünk, az a Mádi falvában benne volt. És ezt tudták. Hát azért nem sikerült ezt megcsinálni, mert én... De ezt nem lehetettem. Nem, vagy azért készítettem a Sír az út előttem című dokumentumfilmet, ugye, ami róluk szól a Mádi falviaktól, Mádi falvi történetből indul ki, és Bukovinában, Moldvában és Bukovinában és délvidéken folytatódik, egy szörnyű történet ugye az is. Tehát ez állandóan bennem volt. Ez talán egyik legnagyobb hiány, hogy nem tudtam azt a filmet leforgatni. Tehát megtanult a rendszer játékszabályait, de volt valami, ami tényleg soha nem ment át ezen a rendszeren. Igen, ez a Mádéfalvi volt. Ki a következő? Süketek vagytok? Senki? Én lehetek. Van rokonod a láncosok között? Sok minden akkor az ember számára világos lett, meg ez beleágyazó 68-ba. Vigyétek! Ugye, az meg párhuzamos, bennünk zajlott a film, az ítélet, a valóságban zajlott 68. Azért szerettem volna én a Mádéfalvit annyira elkészíteni. Ha véletlen is úgy akarja, látni fog. Egyik helyen mentünk el, Szeged Erika jött, azon a ruhatatunkra, gyere végezen a pasonon, szépen hullottak a levelek, de egyúttal megállt a szél. Akkor fölzavartuk a Gulyás Lajost, a gyártásvezetőt a fára, hogy Lajos dobáld a leveleket, és akkor megint hullottak. Ezek kedves dolgok. Holnap nem jövök el. Kár volna tovább folytatni a dolgot. Sohasem ismerkedem meg azokkal a nőkkel, akik szeretnék. Ezért maradtam fiatal. Zsemmezbányán vettük föl. Oda jöttek ki ezek a parasztasszonyok. Többek között Zoli mamája is köztük van. Ezek az arcok szürreálisan, meg hihetővé teszi még a babonát is. Harmadéves korában azért rúgták ki azzal az indokkal, hogy kulák.
Lehet, hogyha simán elvégzi a főiskolát, akkor szépen ballagott volna föl, hogy másodasszisztens, első asszisztens, talán még kapott volna előbb-utóbb valami közepes filmet is a központi dramaturgiától, viszont nem csinálta volna meg az elégiát, meg a színpadot. Mert azért az a 68 év, amennyit ő kanlódott, az tapasztalatot, belső érést és a szenvedések földolgozását, vagy a szenvedélyek földolgozását is jelentette. A szívem. Gyógyíts meg, anyám, kérlek, gyógyíts meg. Ez a legolcsóbb, hogy itt most leülünk össze és beszélgetünk. Ugye? Ezt a fajta olcsítást végeztem én el, amikor megdühödtem, és nem sikerült a Madéfalmi meg egyéb nagyszabású filmjeimet elkészíteni, hogy leegyszerűsítettem a filmgyártást. Mi a legegyszerűbb? Akkor a két ember ül, vagy sőt, ha egy ember ül, csak még ott sem mindegy, hogy ki az az ember, aki ott ül, meg az sem mindegy, hogy ki az, aki kérdezi. Budjenniben lett először világos előttem, hogy ennek a hadseregnek a vége. Sikerült egy térképet szereznem a falról, és akkor alakult ki bennem, de azt hiszem nem csak bennem, hanem sok másban is, az az elképzelés, hogy akárhogyan lesz, innen 2000 kilométerről Magyarországtól haza kell valahogyan jutni. Haza akarok menni, Szalaszvető úr. Haza. Ha meghalni is, haza. Isten engem úgy segéljen, ámen. Isten engem úgy segéljen. Ámen. Hazamegyünk! Olyan május már tárítok a lányoknak, hogy még én azt, hogy korukban is odajárnak frissálni! Filmjeinek egy része itt készült, igen. Itt szerkesztette, vagy ide vonult vissza gondolkodni. Hogy hogyan zajlott? Melyik házban? Mit csinált itt? Hát ez főleg a második magyar hadseregről szóló filmnél volt így. Ugye ott rengeteg anyag volt, több mint 100 interjút készítettem, és ezek ilyen hosszú interjúk voltak. Tehát 2-3 órás interjút? Legalább, néha még több is. Most ez le volt gépelve, mert ezt fejbe tartani nem lehet. Most ez minden egyes legépelt anyagot én gondolati egységekre bontottam, majd aztán mondategységekre bontottam, meg ezek számot kaptak, ezek a papírok itt ki voltak terítve a konyhában, egy nagy asztalon, meg a földön. Akkor még hál' Istennek még telefon se volt, tehát még az se zavart meg, mert hogyha az ember ezt rakozgatja, ez olyan, mint egy kártyajáték. Egy kártyavár. Hogyha azért egyet kiúznak, összedől az egész itt is, hogyha van megzavartak, akkor ami a fejemben úgy, ahogy kialakult, akkor összedől. Engem Uspenkába hátra hagytak, mint lőszer tisztestre is, ugye, aki a századtörzshöz tartozik. Mondom, itt volt életem egyik legnagyobb szerelme, ami hogy idővel szétszakadt, mert szét kellett szakadnia. Sokat jelentett az én életemben. Akkor úgy is mondtam, hogy az a háború csak azért volt, hogy mi ketten találkozzunk. Azután pedig én megbékéltem az orosz néppel, egy olyan madzaggal kötöttem meg a békét vele, amit nem tud elvédni senki sem. Addig sugározták, amíg valaki vagy valakik a szovjet nagy követség figyelmét föl nem hívta, hogy nézzenek már oda, hogy milyen filmeket sugároz a televízió. No, oda néztek. Abban a pillanatban abban is maradt a sugárzás. Tehát ez rendes cenzúra, hogy valami ne legyen benne, ezt tessék kivenni. Igen. De ezt én megkaptam ezt a forgatókönyvet, és elolvastam, és azt írtam, hogy láttam sára, és visszaküldtem. De nincs szándékom van végrehajtani. Igen. Tudomásul vettem, hogy ezt gondolta, kapott a fiú egy intőt az iskolába, láttam, kész. Tulajdonképpen minden sorra, vagy minden mondata szembe ment a hivatalos állásponttal.
Bizonyos esetekben nekem is engednem kellett. Ezek kisebb veszteségek, de az ember ilyenkor abban gondolkodik, hogy miről is van szó. Hát ha én kihagyok egy percet vagy másfél percet egy egyórás dolgozatból, attól az egy óra még működik. Közben elmondom, Bánhidi Laci bácsinak, a színésznek volt egy ragyogó ötlete, mindig kiváló ötletei voltak, és mondta, hogy ő most már rövidesen nyugdíjba megy, és akkor lesz neki egy kocsmája. És Erzsike volt a feleség, Erzsike ül a kasszánál és szedi be a pénzt. Azt pedig, én pedig vetíteni fogom azokat a részeket a magyar filmekből, amelyeket kivágtak. Ez volt a terve. Hát maga ott szépen pályázhatott volna komoly estekre. Úgyhogy tudtuk, hogy mire vállalkozunk. Mindenki tudta, a rendező is tudta, a Lámas színész is tudta. De lényeg az, hogy egyszer csak meghallottam azt is, hogy hoppá, hát itt Magyarországról is elvittek embereket a gulágra. Na, akkor kezdtem hozzá. És akkor gondoltam úgy, hogy a nőkről készítek filmet. Család az földművességgel foglalkozott. Édesapa inkább lótenyésztéssel, ami hozott valami hasznot is. 15-en voltunk testvérek. Én voltam a 15-dik. Úgyhogy akkor már nagy unokái voltak édesapának, amikor én születtem. És azt mondta, kislányom, te leszel a legnagyobb örömöm az életben, mert te leszel legtovább velünk. Aztán később jött a Duna Televízió. De akkor miért vállalta azt, hogyha egyáltalán nem is akar televíziót csinálni? Azért, mert az elő sem lehetett kitérni. Nem, hát bizonyos, nézd, engem úgy neveltek, hogy vannak olyan ügyek, amit el kell akkor is vállalni, hogyha az embernek van különösképpen, vagy nagyon nem tetszik. Ezért a Duna Televízióra volt a sejtésem, hogy mi akar lenni, meg fontosnak tartottam, hogy a kapcsolat a határon kívüli magyarokkal létrejön, hogy a délvidék, a felvidék, Erdély magyarsága bizonyos kulturális hírekhez hozzájusson, és azt érezhess, hogy ők is mégis tartoznak ide. Nem az volt, hogy van egy szervezet, aminek az élére kell állni, hanem egy szervezetet létre kell hozni a saját képünkre és hasonlóságunkra, ha úgy tetszik. És ez merőben más, hát így is történt. Vége a Mohácstól idáig tartó háborúknak, megszállásoknak. Országrészek, országrész romok hevernek emlékeinkben, s körülöttünk is, de megismételhetjük egy parasztasszony romok fölé emelkedő szavait. Történt, ami történt, de együtt a család. Lélekben mindenképpen. A Hungária Televízió Alapítvány kuratórium, aminek Sóri Sanyi volt az elnöke, hármunkat, mégpedig Sára Sanyi, Hanák Gábor, jó magam, vegyük át a Duna Televízió professzionális vezetését. Azonban a Duna Televízió munkatársai csak azt látták, hogy a parancsnoki hídon ott van a kapitány, aki nyugodt, aki tudja, hogy merre vezeti a hajót, aki építkezik, aki nem enged a hátsó bejáraton különböző trójai falvakat bejönni a Duna Televízióba, és ez ösztönzőleg hatott. Na, Sára Sándor nem ismert el a megbízókat. Ő azt mondta, hogy a mi megbízóink azok, akikkel mi találkoztunk annak idején kín Erdélyben, meg Felvidéken is, és azoknak a megbízatását vesszük komolyan, és hogyha ez konfliktusokat eredményez, és konfliktusok voltak bőven, akkor aszerint cselekszünk, amit a lelkiismeretünk diktál. Ez most hiányzik? Most a filmezés? Hát most már nem, de hát én 2000-ben hagytam ott a Duna TV-t, most meg 2013-ban. A Duna TV csak 7 évig tartott, ez meg 13-ig immár. 13 éve tart, hogy nem tudtam azt megcsinálni, amit szerettem volna. Olyan szépeket írnak magáról, hogy nagyon érdekel, hogy mit gondol, amikor olvassa, és mi jut eszébe róla, hogy például
Az ön képei operatőrként költőjén megformáltak. Most csinálok egyet. Költőjén megformált leszek? És ez milyen? Hogy képzeljem el? Milyen lesz a végeredmény? Majd megmutatom, az a lényeg, hogy ezt el se kell képzelni, meg fogja nézni. Tovább! Tovább!